Békés Szent András nagyközség önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy eljött a Békés Szent Andrási Család és Gyermekjóléti Szolgálat felújított épületének ünnepélyes átadására. Külön tisztelettel köszöntöm Sinka Imre urat, településünk polgármesterét, Csépainé Tóth Gabriella jegyzőasszonyt, Lesfalvi Balázs alpolgármestert, valamint a képviselőtestület részéről a megjelenteket. Továbbá köszöntöm Bobos János vállalkozó kivitelezőt, Rusz Mihály műszaki ellenőrt. Felkérem Sinka Imre polgármester urat, mondja el megnyitó beszédét. Köszönöm szépen, én is nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki eljött ezen a borús decemberi hétvégén. András nap alkalmából eljutottunk oda, hogy ismét sikerült egy intézményünket energetikai szempontból felújítanunk, felfrissítenünk, és gondolom, hogy a következő generációknak egy kényelmes, jó fűtött, meleg, átlátható intézmény fog a rendelkezésére állni, és ez a feladat is kényelmesebben lesz ellátva. Néhány apró gondolat azzal kapcsolatban, hogy a projekt miről is szólt, ehhez én is papírt igénylek, hiszen oly hosszú számok vannak benne. Ez a TOP Plus keretén belül valósult meg ez a pályázat, ami már a új területfejlesztési ciklusnak a része. Ebből a 3-3-2 kötőjel 21-BS-21-2022-0024 számot viseli ez a szép pályázat, ami igazából fő célja a gyerekjóléti alapellátás fejlesztése Békés Szent András településen, a nagyközség család és gyerekjóléti szolgálat infrastruktúrális feltételek korszerűsítése volt. Támogatás összege 38.051.000 forint és 100%-os intenzitású volt, tehát igazából önerőt nem igényelt a rengeteg munkán és projekt előkészítésen kívül. A kivitelező Bobos János úr volt, akinek ezúton is köszönném a gyors, precíz és a szerződésnek megfelelő munkavégzést. Műszaki ellenőre pedig Rusz Mihály kollégánk volt, akinek szintén köszönöm a sok-sok munkaórát, amit igazából itt a közös egyeztetésekkel és az ellenőrzéssel eltöltött. Hogy miből állt ez a projekt? Tetőfedés, tetőszerkezet elbontása, új tetőszerkezet kiépítése, csapadékvízelvezető, lefolyócsövek cseréje, szigetelés, tetőszigetelés, födémszigetelés, egy vadonat új mozgáskorlátozott rámpa kiépítése, hiszen a réginek nem felelt meg a dőlésszöge, ezért egy új rámpát kellett kiépíteni, hogy teljesen akadálymentessé válhasson maga az építmény. Illetőleg a belső falak átépítése, a szerkezet egy könnyű szerkezetes résszel kiegészítve, valamint egy hátsó tárolóhelység kialakítása. Mindezek mellett természetesen új nyílászárók kerültek beépítésre, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy mindez most már majd a rezsiszámlákon is jelentkezni fog, hiszen bízom, hogy ez az intézményünk is jóval kevesebb költséget fog az idei évtől elvinni, mint amit előtte, és mindezek mellett jóval komfortosabb lesz a feladat ellátása szempontjából. Én igazából köszönöm szépen Demeternék Kriszti kolléganőmnek is, aki végigvitte a projektet és végigdolgozta a papírmunkáját, hiszen nem látszik az, hogy egy-egy ilyen projekt mögött milyen iszonyatos papírmennyiség van. Folyamatos kapcsolattartás egy irányból a műszaki ellenőre, egy irányból a kivitelezővel, egy irányból a projektmenedzsmenttel, egy irányból az irányítóhatósággal, és ez mind-mind-mind rengeteg levelezés minden projekt végigvitelénél, úgyhogy én ezt a munkát is köszönöm szépen, illetőleg köszönöm szépen Jánosnak is a nagyon gyors és pontos időre elkészített, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon szép munkát. Köszönöm szépen, és átadnám a szót akkor a kivitelezőnek. Jó, köszönöm szépen. Hát én is köszöntök mindenkit a kivitelező nevébe. El kell mondanom, hogy nagy öröm számomra, hogy Békés Szent Andrási helyi vállalkozók építették, illetve ezt a kivitelezést folytatták, hiszen nem csak én egy személyben voltak itt alvállalkozók, meg stb., de mint helyi vállalkozó végezte ezt a munkát. Polgármester úr már elmondta, hogy milyen műszaki tartalommal volt, ezért túl sokat nem kívánok hozzászólni. Viszont annyit szeretnék elmondani, hogy a gyermekjóléti szolgálat munkatársai nagyon örültek,
amikor bejöttek az új nyílászáróba, hogy a függöny nem mozgott, nevét is ennek különösen örültek. Én meg annak örülök majd, hogy az önkormányzatnak a gázszámlája remélem kevesebb lesz a következő időben. Végezetül engedjék meg, hogy tényleg megköszönjem a önkormányzatnak és a műszaki osztálynak főleg, hogy együttműködött végig ezen a beruházáson, és Ruszmisének a felelős műszaki vezetőnek, aki sűrű járt ide, és minden pontra vigyázott. Úgyhogy köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.